Sziasztok, drága barátaim! Ezt a készletet fogom nektek ma összerakni, de még inkább magamnak, mert hogy a Lego ezt a 40. születésnapomra adta ki, ami egyébként bámulatos módon egybeesik az ő 40. születésnapjukkal, de szerintem egy teljesen mellékes körülmény. Mindenképpen tarts velem! Mutatom is. 40. 77-től 2017-ig, és egyébként ez nagyon nehéz tömegileg is ez a készlet. Vicceltem, már igazából rég összeraktam, úgyhogy tök üres a doboz. Viszont sikerült olyan szintű elszást csinálni benne, amilyet még soha, úgyhogy egy kicsit köves, néhány perc múlva kiderül, hogy mit sikerült félre konfigurálnom. Egyébként a nagy Technic Lego szettekhez hasonlóan ebből is kettő modell építhető meg, és ez volt az első, aminél elgondolkodtam, hogy tulajdonképpen ennek ma B jobban tetszik, mert hogy annak külön lánctalpas ilyen kis utánfutója van meg, stb. De aztán maradtam végül a klasszikusnál. Óriási! Viszont, amiben eltér az összes eddigi készlettől, még a eddig legnagyobbtól is, amit csináltam, az ez. Tehát így... Ha jól emlékszem, akkor körülbelül 360 oldal, 380 oldal az összerakási útmutatója ennek az egy modellnek. A B modell az nyilván csak online elérhető. Srácok, mielőtt tovább folytatnám, megmutatom nektek, hogy mennyire szép alulról ez a gép. Itt lógnak mindenféle kardántengelyek, különböző egységek, itt is lóg egy ilyen, és erre fogjuk majd szépen rárakni ezt a hatalmas nagy futómű alkatrészt, ami több helyen kapcsolódik, de ez egy nagyon fontos része, és Gramika mit rontottál vajon? Elől ez így néz ki. Jövünk. És az az ott. Halló! Karocska. Ez a fiók még csak-csak így elhúzható, de ez a karocska az égvilágon sem erre nem fog onnan kijönni. És mint látjátok, eléggé szépen be van építve, hiszen ez az egész keret, ez a belső keret, mondjuk ez éppen nem, de ez a belső keret, ez az egész, ez gyakorlatilag a legelső lépéseknek az egyike, szerintem kb. 20. oldalnál van, tehát nyilvánvalóan nem fogom szétszedni. Hanem, hát, igen, I'm really sorry, de az fog történni, hogy innen ezt a feketét innen el tudom távolítani, szegénykét, meg a másik oldalról is, itt alul is van egy, és bizony, nincs más hátra, mint előre. Ezen átküldök egy fúrót. Ez egyébként úgy néz ki, mint egy kis kuki, jut eszembe, és angolul szokták Willynek becézni, úgyhogy... Most következik a szabadítsátok ki Willyt hadművelet. Megvan, ne aggódjatok, megmutatom az életem árán is. Na, amint látszik, ennek az égvilágon semmi baja nincsen, hála az égnek. Itt van a Willyke, amit kiszedtünk, szintén teljesen sértetlen, és szegény tengelykéből, hát abból ennyi maradt. Közben megnéztem, és a kis fütyőke, amit kiszereltünk, egész jól becsültem, 16. oldalon bukkant fel, és már szereztem is hozzá tengelykét, meg bushingot egy tök másik készletből. Szegény gyerekeim meg ne tudják, ha csak el nem áruljátok nekik. Fogom és behelyezem, és mint aki jól végezte dolgát, továbbállok, valamint ez az elszállás meg se történt soha. Na és most essünk neki a további összerakásnak.
Na srácok, most aztán bőven mesélhetnék arról, hogy mennyire tetszett ez a modell, jubelül mi darab, nagyon odatették a srácok magukat, mármint a tervezők, minden nagyon mechanikus, de nem ezt akarom mondani, hanem azoknak kus, akik azt mondják, hogy legózáshoz az ember öreg, mert lehet, hogy én egy öreg, 16 éves vagyok, úgyhogy roppantul élveztem ennek a kirakását, soha nem fogom feladni, szerintem rohadt jó, azt az egy hibát nem szabad elkövetni, hogy ezt egybe akarod összerakni, szépen el kell rakosgatni, és több nap alatt olyan piano, mondjuk az lefelé van tőlünk, akik ezt mondják, ez meg följebb készült, bár éppen ebben egy csomó darab kecskeméti. Egy dolog nagyon-nagyon durván különbözik a többi eddigi készlettől, az az, hogy nincsenek számozva a zacskók, szopás, mindent egyszerre ki kell rakni, és úgy kell kiválogatni, hogy hát ember legyen a makján. Most mutatom a másikat, amit mostanában raktam össze, hogy ez mennyire más. Ez volt a másik delikváns. Ennek iszonyatosan jó szaga van. Na ezt kirakni, ezt viszont tényleg ordaszopás, ezt csak azoknak ajánlom, akik így modelleznek, vagy ilyesmi, mert katasztrófa. Tehát annyira sok idő, és annyira eltöri az ujjadat, és olyan dolgok jönnek elő, amire így nem számítasz, de megéri az eredményt, azért ez se rossz. Viszont legközelebb megint nem Jugirs lesz, hanem egy másik Lego. A helikopteremet fogom végre összerakni, hogy 3 évvel ezelőtt kaptam karácsonyra, és akkor én voltam a legboldogabb kisfiú az egész földön. Ha tetszett az adás, kérlek, nyomd meg a likét, hogy tudjam, hogy legközelebb is érdemes vele foglalkozni. Sziasztok, hajpa, hajpa!